Ezeket a gyerekeknek, unokáknak is mutatom, szomszédoknak demóként működik. A jó példával járni elől, úgy érzem, ez sem felesleg. Előző helyen is jól éreztem magam. Az mondjuk egy földház volt, tehát az sem a hagyományos ház. Mi itt az irodában télen 22 fokot tartunk, és most úgy érezzük, hogy már a kollégák is ezzel megbékéltek. Háznak az energiaellátó rendszere és a melegvíz termelése teljesen úgy van megoldva, hogy önellátó legyen, és minél minimálisabbat fogyasszon a hálózatról. Két hónapi villanyszámla nem éri el a 2000 forintot se éves szinten, általányban fizetünk. A háznak az energiafogyasztása általában napi 1 kW, ennek a 75%-át éves szinten a saját elektromos áramellátó rendszer adja. Pluszköltségként nem kerül többe, mint egy legolcsóbb magyar autó. Tehát 3 milliónál kevesebbe került az egész rendszer. Elsődleges szempont az az volt, hogy az építőanyagok felhasználásukban, illetve jellegükben minél kisebb környezetterheléssel járjanak, beleértve az előállításukat, illetve az esetleges későbbi lebontásukat, újrahasznosításukat, illetve hogy a ház üzemeltetése minél kisebb energiával megoldható legyen. Nyilván ugye ennek van egy környezeti, meg egy anyagi háttere is, illetve megfontolása. Egy hagyományos, vagy inkább azt mondanám, hogy egy modern épülettől abban különbözik, hogy anyagaiban visszanyúlik a régi anyagokhoz, amit már jól beváltak, gondolok itt a vályogra, a szalmabálára. Ugye ezeknek az előállítása is sokkal olcsóbb, környezetkímélőbb, ugyanakkor kedvező tulajdonságai alapján egy nagyon jó életteret biztosít a lakónak. Az a fontos egy ilyen jellegű felújításnál, illetve egy új építésű háznál is, hogy az épület szerkezete megfelelő legyen, jó hőszigetelésű legyen a ház, jó minőségű nyílászárók kerüljenek bele. A tájolás nagyon fontos, itt ez egy adottság volt, de ez egy tökéletes észak-déli tájolású ház. Februári hónapban, amikor a leghidegebb volt idén télen, akkor nettó 12 000 forint volt a 200 négyzetméteres háznak a fűtés, illetve a meleg víz készítésének a számlája, úgy gondolom, hogy egy elég kedvező érték, illetve tavaszi nyári hónapokban volt olyan, amikor 0 forint volt a háznak a számlája. 10-20%-a drágább, mint egy hagyományos, de jó kivitelezésű épület, tehát nem arra kell gondolni, hogy kétszer-háromszor annyiba kerül beruházási oldalról, viszont drasztikusan kisebb az energiafelhasználás, mint egy hagyományos építésű háznál.
fontos dolog Magyarország tekintetében, hogy mi energiafüggők vagyunk más országoktól, és ezzel ez jelentősen csökken, hogyha az épületállomány felújul, megújul, és csökken az energiafelhasználása. Ha a környezetünkre gondolunk, hogy milyen változásokat élhetünk meg napjainkban, és esetleg közünk van ehhez, ugye, és ott akkor megszól az embernek a lelkiismerete, akkor mindenképpen ajánlom. De egyébként, ha nem mi idéztük elő, akkor is elszenvedői vagyunk, tehát alkalmazkodni mindenképp kell hozzá. Ez a mostani fogyasztó világ, hogy mindenből minél többet, hiszen a reklám ezt sugározza, ez nem vihető a világ végéig. Ez felnőtt fejjel, én nagyon jól látom.